Franciaország tengeren túli megyéiben és területein sokkal több szavazatot gyűjtött be Marine Le Pen, mint Emmanuel Macron. A Karib térségbeli Guadeloupe-on és Martinique-on, Guyanán és az Afrikától keletre fekvő Réunion szigetén Le Pen nyert, az Ausztráliától keletre található Francia Polinézián és Új-Kaledónián viszont Emmanuel Macron. Vannak problémáink a vízzel, ápoló vagyok, és amikor az emberek otthonába megyek, sokszor nincs víz, amivel lemoshatnám őket, mondja ez a nő, aki La Réunion szigetén él. Szóltunk emiatt, de semmit nem tettek. Sok ápolót felfüggesztettek, sztrájkolnak, de senki nem szól semmit. A vásárlóerő csökkent, szóval normális, hogy az emberek erre lépnek valamit. Őszintén mondom, hogy a tengeren túli területek szavazatai egyáltalán nem leptek meg. Szerintem a guadeloupiak meg akarták büntetni Macront a döntéseiért, a társadalmi válságért, de szerintem ez nem volt jó időpont erre, mondja ez a férfi. Mi nem akartunk Le Penre szavazni, különösen nem itt a Nyugat-Indiákon. Sok elemzőt is meglepte az, hogy a tengeren túli területeken élő szavazók többsége, miután az első fordulóban főleg a radikális baloldali Mélenchonra adta voksát, a döntő fordulóban a szélső jobboldali Le Pent választotta.